Tisztelt akadémikusok, tisztelt közönség! A mai előadásom témája az animációs filmgyártás alakulása regionális összehasonlításban, és előadásom apropója az éppen készülőben lévő könyvem, amely remélhetőleg idén megjelenik, a kelet-közép-európai animációs film történetét bemutatandó. Talán sokakban felmerül a kérdés, hogy miért éppen a visegrádi országoknak érdemes összehasonlítani az animációs filmjeit. A választ a közös történeti fejleményekben kell keresni. A fiatalabb generáció kedvéért összefoglaltam ezeket a közös történeti fejleményeket, amelyek a 45 és 89 közötti animációs szcénát ebben a régióban mindenképpen összetartják. Az animációs film 20. század elején megjelenésétől kezdve ezek az országok hasonló politikai, gazdasági változásokon estek át, így a filmipar, a filmkultúra tekintetében sem meglepő, hogy igen sok párhuzam figyelhető meg. De ez még mindig nem feltétlenül elég érdekes ahhoz, hogy kutassunk, publikáljunk a témában. A téma igazi érdekessége, hogy ezekben az országokban feltűnően sok kiemelkedő tehetség került színre, akik nem csak a saját országuk animációs filmprodukcióját emelték világszínvonalra, hanem az egész iparág globális alakulására voltak hatással. A visegrádi országok animációs filmgyártása a hidegháborús időszakban olyan életműveket, olyan műfajokat hívott életre, amelyek méltán nemzetközi hírűek, ugyanakkor mégsem létezik egy regionális összefoglaló kutatás a témában. Márpedig ennek hiányában a ma alkotó új generációk identitásának nem lesz építőköve ez a fantasztikus örökség, és ezzel érdektelenné, száraz tényekké válhatnak az elkészült filmek is. Mai előadásomban arra szeretnék rámutatni, hogy régiónkban hogyan alakult az animációs filmgyártás műfai, mennyiségi és finanszírozási összefüggés rendszere. Magyarországon 1945 és 89 között, akárcsak Csehszlovákiában, Lengyelországon és Jugoszláviában, a 60-as évekre megerősödött az önálló animációs filmgyártás, amely egész pontosan azt jelentette, hogy más ágazatokhoz hasonlóan... Más állami ágazatokhoz hasonlóan, itt is állami monopóliumként, kizárólagos állami finanszírozással valósulhattak meg animációs filmek. Magyarország produkciós központja a Pannónia Filmstúdió volt, amely nehézkesen lassan alakult ki a II. Világháborút követően. Macskási Gyula és társai voltak tulajdonképpen a háború előtt magánvállalkozásként üzemelő animációs stúdiónak azon tagjai, akik 49-től a híradó és dokumentumfilmgyár keretei között kényszerültek folytatni szakmájukat, majd csak egy évtized múlva kaptak önálló vezetést az 57-ben létrehozott Pannónia film, sőt formailag csak 64-ben kapta meg a filmstúdió nevet, mint rajz és animációs stúdió. Finanszírozási szempontból a mozifilm sorozatok gyártása jelentette a filmstúdió első kibontakozási lehetőségét, ugye az 50-es évek végétől kezdve. A Peti sorozat, amely még mozifilm sorozat volt 62-től, majd a még népszerűbb Gusztáv sorozat 64-től, amely már televíziós sorozatként is működött, olyan bevételi forrást jelentett, amely a stúdió portfólióját jelentősen növelte. 1968-tól a 90-es évek elejéig a Magyar Televízió folyamatos tévésorozat megrendelésekkel látta el a stúdiót, amely a kölcsönösen virágzó együttműködésnek köszönhetően stabil gazdasági alapot és nagy népszerűséget adott a filmstúdiónak. Jankovics Marcel 73-ban bemutatott János Vitéz című mozifilmje még inkább kinyitotta a finanszírozási lehetőségeket a hatalmas népszerűséggel megjelenő egészestés magyar animációs filmek sora előtt. A bevétel egy részéből a stúdió felnőtteknek szóló rövid animációs filmeket finanszírozhatott, sok esetben olyanokat, amelyek kísérleti, rendszerkritikus jellegüknél fogva inkább a tűrt kategóriába estek. Ezeknek a tendenciáknak köszönhetően a gyártási volumen erőteljesen megnövekedett. Olyannyira, hogy a szovjet blokkban a 70-es évekre a Szojusz film után következő legnagyobb animációs filmgyártó a Pannónia Filmstúdió lett. Meg kell említenünk emellett, hogy a Pannónia Filmstúdió két kisebb leányvállalatot is működtetett, az egyiket Kecskeméten, ugye 71 óta, a másikat Pécsen, az Ixilon stúdiót 78-tól, de ez rövid életűnek bizonyult.
Csehszlovákiában is központosították az animációs filmgyártást. Az 57-ben alapított Krátki Film, ma Krátki Film Praha AS részvénytársaság nevű domináns központi filmstúdióhoz tartozott, az 1945-ben alapított Studio Bratriv Triku és a Jerzy Trinka által 47-ben alapított Báb Film Stúdió is, ma mind a Krátki Film Prága részeként működnek. Ezen kívül üzemelt még a Studio Prometheus Ostravában, és a nagy hagyományokkal bíró, a 30-as évektől máig is működő Zlini Filmstúdió. Ez élőszereplés és animációs filmeket egyaránt gyártott. A 80-as években átlagévi 190 animációs filmet készített a csehszlovák ipar, amelynek 60-70%-a a prágai Krátki Filmstúdióban készült. A rendszerváltás előtti évtizedre a csehszlovák animációs ipar stabil gazdasági alapokon állt, kiterjedt koprodukciós munkáinak is köszönhetően jól finanszírozott állami vállalat volt. Jól mutatja a stúdió koprodukciós nyitottságát, hogy a legismertebb sorozatuk, a Kis Vakond karakterét egy nyugat-német televízió, a VDR kezdeményezte, és más filmekkel is előfordult hasonló előtörténet. A cseh animációs stúdiók gyakran dolgoztak olyan nyugati országokkal, mint az Egyesült Államok, Kanada, Hollandia, NSK, Japán, emellett az NDK-val, lengyel vagy akár bolgár partnerekkel is. A Krátki Film stúdióiban a gyártás felépítése tükrözte a finanszírozási forrásokat is, így egyrészt mozis tartalmakat, másrészt televíziós tartalmakat gyártottak. A televíziós megrendelések Magyarországhoz hasonlóan ott is az esti mesék kategóriájába estek, olyan sorozatok megrendelése, mint például a Misi Macska és a Cirkusz, ami 70 és 75 között készült, jól finanszírozták a stúdió rövidfilmes, művészfilmes portfólióját is. A cseh művészeti igényű szerzői animációs rövidfilmek kimagasló minőségűek, amelyek sok esetben, mint például Trinka Kész című rövidfilmje, a politikai rendszer visszásságának jelképévé szimbólumává vált. A cseh animációs filmek és maguk a gyártó stúdiók is nagy nemzetközi elismertségnek örvendhettek, melyeket fesztivál sikereik koprodukciós netfölkjük tükröz. A szlovák animációs ipar, ugye ez a csehszlovák animációs iparon belül utólag megkülönböztetjük a szlovák animációs ipart, amely nem fejlődött ugyanolyan lendülettel 45 és 89 között, mint a cseheké, annak ellenére, hogy egy országhoz tartoztak. 70-től kezdve a szlovák televízió gyereksorozatokat kezdett rendelni, amelynek egyetlen gyártója a pozsonyi Koliba stúdió volt. A Koliba animációs filmstúdió szervezetileg a pozsonyi szlovák filmgyártó vállalat részét képezte, és mint ilyen természetesen ez is egy cenzúrával jól felszerelt állami vállalat volt. A Koliba stúdióban a 80-as évekre kialakult egy viszonylag stabil és jól működő, de kis volumenű animációs filmgyártás, ám ez sem színvonalát, sem volumenét tekintve nem tudott versenyezni a cseh, lengyel, magyar filmgyártással. Lengyelország animációs ipara sokkal decentralizáltabban épült fel, mint akár a magyar, akár a cseh, illetve csehszlovák animációs ipar. A hagyományosan is több centrumú, nagyszámú lakossággal bíró országban több nagyváros is kialakította a maga animációs filmstúdióját és helyi stílusát. Lengyelországban elsősorban a rövidfilmes műfaj virágzott az animációban. Ez leginkább, mint egy új kortárs művészeti forma nyert teret belföldön és külföldön egyaránt. A rendszert hol költőjén, hol direkten kritizáló animációs rendezők egymásnak adták a stafétát a filmfesztiválokon. Ennek két fő központja a Łódzsi és a Krakkói iskola volt. Łódzsban az 1947-ben alapított Semafor stúdió főleg gyereksorozatokat gyártott tévéforgalmazásra, míg a Łódzsi filmfőiskolán, ahol több kimagasló rövidfilm is készült, inkább az experimentális animáció dominált, itt készült például Zbigniew Lipczynski 83-as Tangó című Oscar-díjas filmje is. A Krakkói stúdió miniatűr filmovics volt a 60-as évek végén a lengyel animáció fejlesztésének egyik legfontosabb centruma, amit Kazimierz Szorbánszki iskolának hívtak. Itt olyan kimagasló rendezők jöttek ki meglepő rövidfilmjeikkel, mint Julián József Antoniscsák, Richard Csekala, Jerzy Kucsia.
Ehhez képest a tévésorozat gyártás sokkal kisebb jelentőségű volumenét és minőségét tekintve is. Egész estés mozifilm gyártásban nem volt olyan kimagasló a lengyel animációs ipar, mint a magyar. Varsóban is komoly produkciós központ alakult ki a Varsói Rövidfilm Stúdióban, ahol például Jerzy Kalina alkotott kimagasló rövidfilmeket a 70-es években. Összegzésül elmondhatjuk, hogy minden nemzeti animáció történetben az a felosztás alakult ki a 45-89-es periódusban, mely szerint a 60-as évek volt az arany évtized, a 70-es évek az ezüst évtized, a 80-as évek pedig az aranykor vége. Magyarországon alakult ki egy olyan minőségét és volumenét tekintve is kiegyensúlyozott gyártás, amelyben a tévésorozatok, egész estés mozifilmek és a művészi experimentális animációs filmek egyaránt jelentőssé válhattak, míg ehhez képest a lengyel animációban domináltak a rövidfilmek, a cseh animációban pedig a rövidfilmek és tévésorozatok mellett igen kevés mozifilm készült. Röviden szeretnék a cenzúráról is szólni, illetve a cenzúra jelentőségéről a filmgyártás során. Az állami finanszírozáshoz hozzátartozott az ellenőrzés is, a régió országaiban mindenhol állami cenzúra mellett zajlott a filmkészítés, de érdekes módon az animációs filmgyártás cenzúrája tartalmi és formai szempontból is lazább volt, mint az élőszereplős filmeké, vagyis mint a kortárs képzőművészeté, és lazább volt, mint az irodalomé. A régióban Lengyelországban volt a leghosszabb ideig olyan laza a cenzúra, hogy egészen direkt rendszerkritikus filmek is születhettek anélkül, hogy betiltásra kerültek volna. A felnőtt közönségnek szóló animációs film kifejlesztett egyfajta speciális, csak a régiónkra jellemző parabolikus elbeszélési módot, kódolt filmnyelvet, amelyet a kor embereinek hétköznapi ismeretei és a közösen átélt elnyomást tett megfejthetővé, és így tulajdonképpen kollektív, sokak számára meghatározó élményé, amely generációs élményanyagként egy-egy évtizedet definiáló filmkultúrával, kordokumentummá vált. A nemzeti archívumok szerepe is jelentősnek mondható. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy elsősorban Lengyelországban a Nemzeti Filmarchívum, illetve a Nemzeti Audiovizuális Intézet a teljes animációs örökséget feldolgozta, amennyiben különböző, ez itt látható doboz szettekben kiadta a lengyel animáció főműveit, külön experimentális filmek, rövidfilmek és gyerekfilmek felbontásban. Lengyel és magyar nyelven, bocsánat, lengyel és angol nyelven, mindegyik doboz szedben egy-egy elemző kiskönyvvel. A Cseh Nemzeti Audiovizuális Intézet eddig 1945-ig dolgozta fel a teljes animációs anyagot, ahogy látják videókönyv formájában, illetve a Dodász alkotó csoportnak, vagy alkotó családnak a könyvét külön is egy rendkívüli minőségű angol kiadásban adták ki. Magyarországon mindez idáig ilyen jellegű összefoglaló nem történt, nemhogy magyarul, de angolul sem. Röviden arról, hogy 89 óta mi történt, hát igyekszem nagyon gyorsan, csak az összehasonlításra koncentrálva megállapítani néhány tényt, hogy tulajdonképpen mindegyik országra jellemző volt az, hogy a 89 előtti struktúra legkésőbb a 90-es évek végére teljes mértékben erodálódott. A központi nagy stúdiók szépen lassan elvesztették jelentőségüket, finanszírozási hátterüket, és helyükre kisebb stúdiók léptek, nem csak Magyarországon, a régió összes országában. Míg Magyarországon ugye a Kecskemét film maradt meg, elsősorban a korábbi építményből, úgy Lengyelországban a már említett Krátki filmstúdió, illetve Lengyelországban pedig a Warji stúdió maradt fenn, hát jelentős állami támogatással. De ott például a 90-es évek végén megszűnt krakói Urbanski stúdió megszűnése jelentette a korábbi rendszer teljes erózióját. Tanulságos a lengyel és a cseh szituáció komolyabb tanulmányozása, amennyiben
ott, tehát az a párhuzamosan az erózió mellett az, hogy hogyan sikerült egy újabb rendszert felépíteni ezekben az országokban, azért mindenképpen példával szolgálhat a magyar filmgyártás számára. 92-től Lengyelországban új finanszírozási politika lépett érvénybe, és már nem stúdiókat támogattak, hanem egyes projekteket, így aztán a független producerek is tudtak pályázni a nemzeti filmalapokhoz. Ekkor jött létre például a krakói Longin stúdió, a Łódzi Animapol és a varsói JSP grafikai filmstúdió. A nehezen átlátható új finanszírozási rendszerekben mindegyik országban csak ilyen kevés producer tudott hosszú távon sikeres maradni, és különösen azért, mert a korábbi nemzetközi koprodukciós networkök szinte teljesen elvesztek mindegyik országban, és teljesen nulláról kellett felépíteni. A 90-es évek legsikeresebb lengyel stúdiója a poznanyi TVSFA, amely után a 2000-es években leáldozott. A 2000-es évek, illetve az elmúlt 10 év legfontosabb fejleménye mindegyik országban az, hogy a felsőoktatási intézmények vették át tulajdonképpen a művészi rövid filmgyártás progresszív központjait, illetve szerepét, és itt készülnek el azok a filmek, amelyek aztán a komoly fesztivál sikereket hozzák ezeknek az országoknak. Hiszen mindegyik országban itt tudtak érvényesülni azok a korábbi sikeres rendezők, akik elvesztették stúdió hátteret, amelyet még 89-ig élvezni tudtak. Akkor már csak egy utolsó szlájdot szeretnék csak bemutatni. A globális animációs ipar földrajzi eloszlásban így néz ki 2006 és 12 között, de ezt az európai gyártás növekedést sajnos nem régiónk országainak teljesítménye adta. Bízom benne, hogy a következő években ez másképpen lesz. Köszönöm szépen.